Önök a Zemplén Televízió híradóját látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Legfontosabb híreink következnek. Új tájházat építenek Záhonyban. A beruházást uniós forrásból valósítja meg a város. 75 éves a Légoltalmi Liga. A Polgári Védelmi Szövetség jogelődjének megalakulására emlékeztek ma Sátoraljaújhelyen. Béres Ferencre emlékeztek Sárospatakon. A világhírű népdalénekes, a város első díszpolgára ma lenne 90 éves. Egy második tájházat is kialakítanak Záhonyban. A beruházást Európai Uniós támogatással valósítja meg a város. A már meglévő tájház udvarán álló romos épület régóta vár felújításra, a pályázat pedig lehetőséget ad a rekonstrukciójához. Az új, jól hasznosítható két helyiséges épületet és a szintén felújított udvari részt közösségi helynek szánja az önkormányzat. Egy új Magyarország vidékfejlesztési program LEADER pályázatának elnyerésével a Záhonyi önkormányzatnak lehetősége nyílt egy új tájház kialakítására. A népi hagyományok újraélesztésére felhasználható forrás segítségével a régi tájház udvarán álló romos épület felújítását kezdték meg. A második tájházban az állandó kiállítás mellett egy közösségi szobát is kialakítanak. Szeretnénk kompletten a régi idők szerint újra felújítani, és itt tervezünk közösségi helyiséget is kialakítani, ahol esetleg civil szervezetek is tudnak rendezvényeket tartani, valamint lenne egy helyiség, ahol állandó kiállítás lenne, és itt kompletten a területnek a parkosítása is elkészülne. A pályázat 21 millió forintot biztosít az építkezéshez. Az önkormányzat kiválasztotta a kivitelezőt, így már el is kezdődött a felújítás, de a végleges befejezés csak tavasz végére várható, mert a téli időszak nagy részére leállnak a munkálatok. A második tájház szükségességét az első kihasználtsága mellett a helyhiány is indokolja. A másik, amit már kb. 10-15 évvel ezelőtt alakított ki az önkormányzat, itt egy állandó kiállítás van, ilyen Záhony tájéki régi hagyományos eszközöknek van a kiállítása, és ez a másik épület viszont annyira leromlott állapotban volt, hogy mindenképpen felújításra szorult, és kihasználtuk ezt a pályázati lehetőséget, és azért is inkább, amire szükség van ilyen civileknek, nem mindig tudunk megfelelő helyet biztosítani a rendezvényeikhez, és ez talán kiszolgálhatja azt is, tehát úgy gondoljuk, hogy hasznosan lehet majd a későbbiek folyamán ezt az épületet működtetni. Az épületek közötti udvar átépítése is szerepel a tervek között. Kemencét, szalonnasütőt és filagóriát alakítanának ki a füvesített területen, így ez is jó helyszíne lehetne egy-egy baráti, családi összejövetelnek. 75 évvel ezelőtt alakult meg a Katasztrófa Védelmi Szövetség elődje, a Légoltalmi Liga Magyarországon. A civil szerveződés a kezdetektől a hivatásos szervek munkáját segíti. Az évfordulóra emlékezett a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárban a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség. Az ünnepségen az Esze Tamás Általános Iskola diákjai adtak műsort. Esküszöm, hogy minden erőmmel, tudásommal, törekvésemmel Magyarország javát szolgálom. Magyarország védelmére, a civilizációs és természeti katasztrófák elleni védekezésben való részvételre esküdtek fel a 75 éve megalakult Légoltalmi Liga tagjai. Az egyesülés az 1935-ben megalakult Magyar Légoltalmi Civil Társadalmi Szervezete volt, amely a hivatásos szervek mellett velük együtt működött. A Liga volt a jogelődje a ma működő Polgári Védelmi Szövetségnek. A civilek mindig plusz tudnak hozzátenni a különböző feladatokhoz. Igazán azt lehet tudni, hogy nagyon sokan, fiatalok, idősebbek, középkorosztály, mindenki tud valami ügyeset és okosat hozzátenni. Ezt meg kell oldani. Mai időszakban nehéz, de nem lehetetlen. Tehát meg kell próbálnunk egyébként sok mindent mellé tenni. Az Esze Tamás tagiskola vezetői fontosnak tartják, hogy a diákoknak rálátása legyen a katasztrófa és polgári védelem munkájára. Mint a Zemplén Térségi Szövetség ifjúsági tagozata, rendszeresen bekapcsolódnak a civil szerveződés munkájába. A pedagógusok ezen keresztül is arra próbálják felkészíteni a diákokat, mit kell tenni egy esetleges katasztrófa helyzet esetén. Egyrészt az ifjúságnak a felkészítését bizonyos váratlan helyzetekre szerintem már általános iskolában el kell kezdeni, és
akkor ez nagyon nagy lehetőséget biztosít erre, hogy ilyen együttműködési kapcsolatban vagyunk magával egy ilyen nagy hatalmas szervezettel, mint a katasztrófa védelem. A Légoltalmi Liga 1937. december 5-én alakult meg. Az évforduló kapcsán az Országos Polgári Védelmi Szövetség Budapesten rendezi meg a központi ünnepséget, amelyen a Zemplén térségi katasztrófa és polgári védelmi szövetség is képviselteti magát. Béres Ferenc születésének 90. évfordulóján a Sárospatak iskolakertben álló szobránál tartott megemlékezést a város önkormányzata és a Farkas Ferenc Művészeti Iskola. Sárospatak első díszpolgára nagy tehetségű népdalénekesként járta a világot, mégis mindig megmaradt pataki diáknak. A művész családja Béres Ferenc özvegye, fia és unokája is tiszteletét tette a szobornál. Elvágtam az ujjam, de nem. Fekete Csilla népdal csokrával kezdődött a megemlékezés, amelyet Béres Ferenc iskolakerti szobránál tartottak. A népdalénekes 12 évesen került Patakra, és 4 diákként itt töltött éve alatt szívébe zárta a várost. Sárospatak elsőként kinevezett díszpolgárának emlékére születésének 90. évfordulóján az önkormányzat képviseletében Donkó József mondott beszédet. A diák éveire egész életében annyira szívesen emlékezett vissza, illetve annyira megszerette Sárospatakot, hogy később aztán ennek köszönhetően létrehozta a Sárospataki képtárat, illetve Sárospataki galériát a saját gyűjteményéből. Ráadásul olyan neves képzőművészeket sikerült megnyernie a képtár számára, mint Andrássy Kurta János vagy Domján József. Fiának utazás előtt mindig azt mondta, hogy ő nem szerepelni megy, hanem szolgálni. Ezt a szolgálatot igyekszik követni ő is a Vitézi rend tagjaként, ahogyan édesapjától tanulta. Ő ugye a csodálatos hangjával, a tehetségével, amit a jó Istentől kapott, én egy teljesen másfajta szolgálatot, amivel tudjuk a nemzetet segíteni, az emlékezésnek a tudásával. A népdalénekes sokakat megismertetett a magyar népzenével, pedig 1956 után hosszú ideig elnyomva kellett élnie. Házasság kötése és fiai születése táján nehéz volt a család élete. 1965-től jött a fordulat, amikor a Nemzeti Filharmonikusok szólistája lett, jóra fordult a sorsuk. Özvegye elmondása szerint nagy öröm volt számára, amikor újra felfedezték művészetét, bár mára már sajnos megkopott emléke. Az általános emlékezet az a teljes felejtés. Tehát ma a magyar köztudatban, médiában, rádióban gyakorlatilag ezt a fajta zenélést, amit Ferenc is folytatott, a teljes magyar tiszta népdalkultúrának az ápolását, ezt most különböző divatirányzatok teljesen kiszorították. A család és a barátok emlékezetében ma is erősen él Béres Ferenc éneke, a nagy közönség előtt azonban már kevéssé ismert. A Béres Ferenc féle világszínvonalú művészet manapság háttérbe szorult. A Farkas Ferenc Művészeti Iskola igazgatója szerint a népzeneoktatás még mindig nincs méltó helyén, pedig hatalmas kincse ez a magyarságnak. A világ leggazdagabb népe vagyunk ebben. 200 ezernél több az a népdal készlet, amivel mi rendelkezünk. Az utánunk jövő ország az 6-7 ezerrel bír. Ekkora a mi kincsünk, és ezt a kincset nem vagyunk képesek megfelelő módon, szeretettel, átéléssel átadni a jövő nemzedékének, és ez bűn. És ez bűn, ez az oktatásnak egy óriási bűne. Béres Ferenc emlékezetének megőrzésére tett fontos lépés lehet az ilyen megemlékezések szervezése. Nem csak születésének évfordulóján, hanem népdaléneklését hallgatva nap mint nap. A zempléni térség ismert és kevésbé ismert különleges természeti, épített és kulturális értékeit mutatja be az a három kisfilm, amelyet a Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítvány megbízásából készített a Zemplén Televízió. Az Európai Uniós támogatással készült alkotások célja a térség turisztikai vonzerejének növelése, de ismeretterjesztő szerepük is van. A filmeket három helyszínen, Sátoraljaújhelyen, Sárospatakon és Pálházán mutatták be nyilvános vetítéseken. Még az itt élők számára is tartogattak érdekességeket azok a kisfilmek, amelyeket a Zemplén Televízió készített a térség ismert és kevésbé ismert érdekességeiről.
a Darányi Ignác terv segítségével elkészült alkotásokat három helyszínen, a Sátoraljaújhelyi Magashegyi Sportcentrumban, Pálházán a Térségi Művelődési Házban és Sárospatakon a Városházán mutatták be. Az alkotók a premier előtt elmondták, a filmek célja bemutatni Zemplén kincseit, az újra felfedezett helyszíneket, az épített és természeti örökségeket, hagyományokat. A filmünknek a címe a közelben természet és építészet, elsősorban hegyköznevezetességeit mutatjuk be Szép Halomtól Hollóházáig. Próbáltuk úgy összeállítani a filmet, hogy azoknak is szolgáljon információval, akik még nem jártak hegyközben, de nyújtsunk azoknak is érdekességet, akik itt laknak, itt élnek hegyközben, Sátoraljaújhelyben. Így tehát bemutatjuk azokat az érdekességeket is, amelyek eldugva vannak itt hegyközben, de érdemes meglátogatni őket akár egy családi kirándulás alkalmával, akár egy rokoni látogatás alkalmával. A filmek elkészítéséhez szükséges forrást a Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítvány biztosította, egy sikeres pályázatnak köszönhetően. Mi egy alapítvány vagyunk, aki nem rendelkezik technikával, viszont a pályázatokat folyamatosan követjük, és itt van a szomszédban, úgy mondom, Sátoraljaújhelyen a Zemplén Televízió, aki egy gyártó stúdióval rendelkezik, és ez az eszköz háttér, és a mi általunk figyelt pályázatok így találkoznak, és gyakorlatilag a térségbe egy turisztikai vonzerőt tudunk ezzel bemutatni, hogy az idegenforgalom fejlődhessen. A Kincsek Föld alatt és Föld felett című alkotás a Sátoraljaújhelyi várhoz, a Megyerhegyi tengerszemhez kalauzol, ahol egykor malomkőbányászat zajlott. Emellett bemutatja a Sárospataki Rákóczi várban feltárt ágyú öntő műhelyt, ahol még jelenleg is tart az ásatás. Minden olyan film fontos, ami Sárospatakot népszerűsíti. Ezek a filmek is egyrészt nagyon szépek, és másrészt olyan dolgokat mutatnak be, amit esetleg mi máshol az ország több távolabbi részén nem ismernek. Mindenképpen fontos, hogy megmutassuk őket, egyre több turistát csalogassunk ide, és az ilyen gyönyörű filmek alkalmasak erre. A harmadik kisfilm egy időutazásra kalauzolja a nézőket. Olyan csoportokat, embereket mutat be, akik valamilyen formában őrzik még a hagyományokat, legyen szó egy Niddalkörről, vagy egy már-már kihalt mesterség művelőjéről. Szerintem jó filmek voltak, hiszen hát muszáj megismernünk a régi hagyományokat, ugye hát az őseink, hogy dolgoztak, ugye a kézművesség, például a lábast, hogy befették, amikor kiukadt, stb. Hát és ezeket hát tanulhattunk is belőle sok mindent. Az alkotások esztétikai értékük mellett fontos szerepet töltenek be Zemplén népszerűsítésében. Olyan helyszíneket mutatnak be, amelyek a távolabb élők számára kevésbé ismertek, azonban vonzerejük jelentősen elősegítheti a turisták számának növekedését. Témahetet tartanak a Sárospataki Comenius tanítóképző főiskolai kar erdőpedagógus hallgatói, oktatóik, hallgatótársaik és az érdeklődők számára. A tudomány napja után az egészségnapja következett, ezúttal ilyen témákban tartottak előadásokat. A rendezvényen részt vettek a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos egészségügyi szakközépiskola diákjai is. Témahét keretében mutatják meg magukat és választott tárgyukat a Sárospataki Comenius főiskolai kar erdőpedagógusai. Az egészségnapja a második állomása volt ennek a hétnek. Az előadásokat bárki meghallgathatja és megismerheti a tanítóképzésnek ezt a területét, ahol a gyermekek nevelése és oktatása a természet köré szerveződik. Az erdőpedagógia hallgatók elkötelezettek a tantárgy iránt. A gyerekeket minél többet vigyük ki a természetbe, és próbáljuk őket a természet szeretetére is nevelni, azokon kívül, hogy különböző fákról vagy növényekről beszélnénk és tanítanánk nekik előadást. Nem csak száraz anyagot kapnak, hanem láthatják és tapasztalhatják, meg is foghatják. Külsős előadókat is meghívtak az egészségnapja alkalmából, hogy saját szakterületüket bemutatva bővítsék a főiskolások ismeretét. Dr. Mátyás Péter orvosi jó tanácsokkal szolgált a fiataloknak, egy keresztény ember látásmódjával ötvözve a gyógyászatot. Amikor orvosi jó tanácsokról beszélünk, akkor nyilván testi-lelki egészségről is beszélünk, mert ez nem választható szét. Az ember, a test és lélek egysége, ez régen ismert tény. Az erdőpedagógia egy 4 fél éves tantárgy.
Az első fél évben az alapokat tanulhatják meg a tanítóképzősök, a másodikban a módszertant, a harmadikban az életmód és rekreáció a fő téma, a negyedik fél év pedig a terepgyakorlaté. A témanapokat a most második fél évükben járó hallgatók szervezték, így főleg a módszertant mutatták be előadásaikban. Ebben a fél évben mi rengeteg módszertani dologgal találkoztunk, például erdeiskolával kapcsolatos módszerekkel. Úgy gondoltuk, hogy megmutatjuk a nagy közönségnek már, hogy elsősorban a főiskola hallgatóit gondoltuk egy nagy csokorba kötni és megmutatni magunkat. Ez tulajdonképpen a vizsga előadásaik ezeknek a hallgatóknak, hiszen ne zárjuk be azokat a gondolatokat a tanóra keretébe, amelyeket mindenki jó lenne hallaná. Aki a napokban ellátogat a főiskolára, az nem csak előadásokra ülhet be, hanem egy kiállítást is megnézhet. A megye általános iskolásait az Északerdő RT kérte meg, hogy rajzoljanak madarakat. Ezeknek az alkotásoknak ad otthont a 20-as előadóterem és a földszinti folyosó. Megérkezett a Mikulás Sátoraljaújhelyre. A Hét Színvirág óvoda gyermekei egy igazi karácsonyi történetet, a Diótörőt nézhették meg a Latabár Árpád Színházban. A nagyszakállú ezzel az előadással és persze egy kis csokoládéval ajándékozta meg a sátoraljaújhelyi óvodásokat. Mit gondoltok? Mi van ebben a zsákban? Bizony. Nem érkezett üres kézzel a Mikulás Sátoraljaújhelyre. A Hét Színvirág óvoda bázis intézményének gyermekeihez már ma elhozta ajándékát. A kicsik a kézzel fogható csomagnak is nagyon örültek, de még jobban tetszett nekik az előadás, amely egy igazi karácsonyi mese volt. A Diótörő történetét nézhették meg a Hét Színvirág óvoda összes tagintézményének gyermekei. Így terveztük, hogy a Diótörő előadás az egyik ajándék, a másik ajándék meg a szokásos, hogy megérkezik a Mikulás, és minden gyereknek elhozza a névre szóló kis Mikulás csomagját. A Nektár Színház előadásában balett és próza egyaránt megjelent. A gyerekek számára könnyebben érthető mesejelenetekbe szervesen illeszkedett balettbetétekkel elevenedett meg a színpadon Hoffmann meséje. Az igazi karácsonyi történetet követően a kicsik találkoztak a Mikulással, aki a napokban Sátoraljaújhelyen és környékén fogja kiszállítani a csomagokat. Érdemes tehát kitenni a kis cipőket, kis csizmákat az ablakba. A nagyszakálú biztosan ellátogat minden jó gyerekhez. Híradónk végén főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban. Új tájházat építenek Záhonyban. A beruházást uniós forrásból valósítja meg a város. 75 éves a Légoltalmi Liga. A Polgári Védelmi Szövetség jogelődjének megalakulására emlékeztek ma Sátoraljaújhelyen. Béres Ferencre emlékeztek Sárospatakon. A világhírű népdalénekes, a város első díszpolgára ma lenne 90 éves. Kedves nézőink, Önök az Zemplén Televízió híradóját látták. Híreinket újra megtekinthetik a www.zemplentv.hu internetes oldalon is. Ha kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zemplentv@zemplentv.hu e-mail címre, vagy hívjanak minket a 322-744-es telefonszámon. Mára köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!